Bamian Fable, fattyúdal, 15. rész. Másnap kiürítették a széfet, és félrevonultak a zsákmánnyal, egy vízhatlan vászonzsákkal. Leültek egy park mélyén, sokáig csak ültek, nézték a lombok között átszűrődő fény játékát, a körülöttük zajongó gyerekeket. Tasina a combjára fektette, hintáztatta a zsákot. Dakota nem sürgette, hátradőlt a padon, szemébe húzta a kalapját, és arra gondolt, meglötyednek a paradicsomai, ha nem siet haza szüretelni. És mivel tudta, hogy a lány nélkül fog hazatérni, emlékezetébe idézte még Rómót, Cseppmackót és a szamarakat is, az ismerős hegyet, a folyót, a katlant, a vidék kedves tájait. Amikor már mindent felidézett, tisztán látta, a hegyvidék soha többé nem lesz ugyanolyan teljes, mint volt, hiszen mindeme meghitt helyeken Tasina is megfordult, ott hagyta emlékét, eleven szálakból szőttet, fájdalmasat. Dakota ekkor úgy döntött, nem gondol másra, csak is az előtt álló feladatra. Ez sem volt vidámabb, de legalább lekötötte. Kibökte a homlokából a kalapot, és a zsákért nyúlt. Talált benne egy tenyérnyi diktafon, betöltött kazettával. Bekapcsolta. Tasina arcáról leolvashatta, hogy a felcsendülő férfi hang Matthias Raideré. A madarak és a gyermekek lármájával versengő, enyhén karcos, fanyar bariton a lányt szólította meg, hozzábeszélt. Azt mondta, lehet, hogy egy darabig nem látják egymást, ennek miértjére felel majd a története. Szavaiból kivehetővé vált, veszély fenyegette, el akart rejtőzni előle, nem gyanítván, hogy a vártnál hamarabb, és éppen a lánya lakásán érik utol. Akkori látogatása során még nem akarta megemlíteni a gondjait. A bevezető szavak után hamar világossá vált a halál oka, diagnózis, politika, minden nyavaják leggyilkosabbika. Valóban úgy kezdődött, ahogy Morpheus emlékezett, a ma enyhén viharzó jakton egy politikus felbukott egy cifrán öltözött férfiú előtt, és lerántotta a nadrágját. Az esetről készült felvétel tanúsága szerint kerekre nyílt szájjal térdepelt az illető korona ékszerei előtt. A fotós haverjának nagy ötlete támadt a fénykép láttán. Titokbőrze! Kiáltott fel, és magánnyomozó lévén megteremtett egy virágzó üzletágat. Összegyűjtötte hozzá, hasonló módon nélkülöző, a becsületre vajmi keveset adó kollégáit, és belevetették magukat különféle politikusok magánéletének vizsgálatába. Lehallgatás, követés, vesztegetés, minden módszer előkerült. Mivel a közvélemény általában puritán életmódot igényel a politikusoktól, tehát mint egy lehetetlen óhajt, valamennyiükről könnyedén össze lehetett szedni egy csokorra való kínos anyagot. Tévedés, nem zsarolás következett. A zsarolás pitiség, a titokbőrze lényege és zsenialitása, a kompromittáló holmira nem probléma vevőt találni. A játszma alapgondolata a rivalizálás, ezt kell kihasználni. Hogyan járassuk le politikai ellenfelünket? Terjesszük el róla, hogy kommunista, fasiszta, parókát hord, averált, három füle van, beri a feleségét, stb. Rém egyszerű. A nyomába eredünk egy palinak, aki közéletre adta a fejét. Bármit tesz, mi fotózzuk. Előbb-utóbb mindenkivel megtörténik az, ami a tengeren himbálódó jaktvendégével esett meg. Kínos helyzetbe kerül. Véletlenszerűen, vagy azért, mert valóban nem makulátlan. Ha megvan az anyag, az ember felkeresi a riválist, és felajánlja a kompromittáló képeket, hangfelvételeket, levélmásolatokat. Az illető rá fog harapni, ez teljesen biztos, hiszen van ehőbb vágya, mint politikai ellenfelének kiirtása, legalább társadalmilag. Mindez persze ügyesen és titokban kell csinálni, hiszen egyrészt törvényellenes, másrészt pedig a vevőnek nem szabad rájönnie, hogy a titokkínálat minden irányú, tehát nem csak ő kap anyagot, csemege róla is készül, amit talán éppen az fog megvenni derék okos magánnyomozónktól, akit az imént adtunk ellenfele kezére. Valahol azért igazságos ez a játszma. Te megvásárolod az én piszkos kis titkaimat, se baj, nálam már régen van egy széria a tieidből. Mesterünk szépen megélt ebből a tevékenységéből, hiszen a politika hétköznapokon is komoly dolog, hát még különféle választások közelettével. Olyannyira megkedvelte e tevékenységet, hogy lassan, már hivatásszerűen űzte, egyre fokozódó megszállottsággal, végül fanatikusan. Közben talán azt is elhitte, hogy missziót folytat, talán éppen a közélet tisztaságának jelszavával kelt és feküdt. Ráadásul elmondhatta, pártsemleges, hiszen mindenkinek és mindenki ellen dolgozott.
csodás anyagokat gyűjtött össze. Ott volt például a nagy demokrata esete. A pasas akkora demokrata volt, mint a Himalája. Fergeteges beszédeket rittyentett az emberi jogokról, esélyegyenlőségről, nemzeti szín nyelvvel és kebellel szónokolt lépten nyomon. Hát nem lefilmezték, amint baráti körben nézeteltérése támadván demokratikusan lepofozta a teljes asztaltársaságot, beleértve az operatőrt és a segédjét is. Amikor azonban a sajtószabadság jegyében el akarta kobozni a filmet, a stábnak hűlt helyét találta. Na, ez a felvétel szépen hozott a konyhára. Ott volt a transzparens lövő eset. Kilobogozták a várost a különféle jelöltek képeivel. Ott lógtak a pofák a házak között kifeszítve, széllengette őket. Az egyik jelölt kampánystábja sutyomban kibérelt egy mesterlövészt, aki aztán éjjelente azzal szórakozhatott, mégpedig hivatásszerűen, hogy a másik jelölt 6-szoros élettartságú fotóját felfüggesztő kötelet átlője. Élvezetét ugyan nagyban csökkentette, hogy hangtompítót kellett használnia, de többnyire elsőre talált, a kötél szálai szétmállottak, a fényképes lobogó aláhullott a magasból, és amikor földet ért, nem volt több, mint egy darab rongy, amely percek alatt felismeretlenné vált a rajta áthajtó kocsik kerekei alatt. Mesterlövészünk rém büszke volt magára, nem győzött pohár köszöntőt mondani ügyességére. Hajnaltájt már erősen tántorgott, de még mindig pompásan célzott. Így esett, hogy ez a szakma szerető egyén egy éjjelen, midőn kissé illumináltan, de sas szemmel járta az utcát, figyelve, hol teríthetne le ellenséges transzparenseket, szemközt találta magát a képmás, eleven eredetiével. A politikus éppen a kocsiából kecmergett elő testőrei karéjában. Mesterlövészünknek villámgyorsan eljárt a keze. Senki nem hallott semmit, csak azt lehetett látni, hogy a jelölt eldől, mint egy ruhafogas. A testőrök megállapították a halál beálltát, de a tettest nem sikerült elcsípniük. Csak ugye a mesterlövészt régen szemmel tartották a titokbőrze szimatjai, ezért aztán játszva dokumentálhatták az esetet, de a folytatását is. Az történt ugyanis, hogy ebből a lépés következtében mesterlövészünk feltűnő hirtelenséggel terhessé vált megbízói számára, akik nem vették a nyakukba a gyilkosság kínos következményeit. Ezért tehát a fickó, ki oly tévedhetetlenül célzott, tragikus módon elhalálozott, fogta magát és autóbalesetet szenvedett. Ez persze képtelen lett volna egyedül véghez vinni. A leselkedő titokkopók kamerája megörökítette, kik és miként segítették a szakadékba az egyébként eszméletlen pisztolyvirtuózt. A titokbőrze kiagyalója sokkal zseniálisabb volt annál, semhogy spontán eseményekre bízza magát. Belenyúlt a dolgokba. Egyik ismerőse alter ego közvetítéssel foglalkozott. Bármikor, bárkinek készséggel és borsos bérleti díj ellenében rendelkezésére bocsátotta akár Barbara Streisand, akár az elnök, akár az angol királynő hasonmását. Albumában szinte minden híres ember alter egója szerepelt, köztük kisebb-nagyobb politikusoké. Ezek az embermásolatok, mint a másolatok általában, a legtöbb szempontból gyengébbek voltak az eredetinél, többnyire erkölcsileg is. Közülük néhányan hiúságból, kapzsiságból, ilyen-olyan indítatásból vállalkoztak kétes kalandokra is. Így született meg a lejárató szerepkör. Ha a rivális politikai fórum semmiféle kompromittáló anyagot nem tudott beszerezni az ellenfélről, a titokbőrze fejének sugallatára, kivérelték a lejáratni vágyott egyén alter egóját. Ez az illető pedig haladéktalanul megjelent a nyilvánosság előtt, és akcióba kezdett. Pincéreket molesztált éjszakai szórakozóhelyeken, jobbára fizetés nélkül távozott, gyanús nőkkel vagy férfiakkal mutatkozott, négykézláb csellengett az utcán, erőszakoskodott. Ötletekben nem volt hiány. Az üzlet virágzott. A baj csak akkor kezdődött, amikor a titokbőrze szellemi atya piackibővítés céljából egy frissen alakult, de már is nagy népszerűségnek körvendő politikai szervezetnek kínálta fel szolgálatait. A tárgyalás az ő részéről virágnyelven folyt, amit a másik fél nem értett vagy nem akart megérteni, minden esetre üzleti megállapodás nem született. A titokkopó végül felfedte kártyáit, azzal érvelvén, milyen veszedelmekkel terhes út a politikai pálya, erény és tisztesség csak a nyilvánosságnak szóló fogalmak, a színfalak mögött valójában kemény és kegyetlen harc, sőt háború dúl, melynek célja az ellenfél ledarálása. Felsorolta ennek a módjait, például hisztériakeltés, rágalmazás, az alantas ösztönök indulatok felkorbácsolása, anyázás, niggerezés, zsidózás, dezinformáció áramoltatás, stb.
Az újdonsült politikusok erre sem haraptak, mi több, kitették kopunk szűrét. Lett is ebből nagy harag. A titokbőrző szimatjai teljes merszélességgel rászálltak az új szervezetre, hátha találnak valami kompromittálót. De nem. A vezetőség tagjainak múltjában semmi olyasmit nem leltek, ami kiaknázható lett volna. A jelenük is kikezdhetetlennek mutatkozott. Ezek a palik nem jártak utcanőköz, nem buktak férfiakra, nem hordtak csipkés alsóneműt. Ez szerzetesen nem politikai szövetség, vélekedett róluk a titokkopó haragosan. Akármik voltak is, észrevették az irántuk tanúsított érdeklődés jeleit, és magánnyomozóhoz fordultak. Matthias Raederhez. Raeder pedig rábukkant a titokbőrze nyomaira, majd eljutott a rejtve működő irodához is. Kirámolta a széfet, magához vette a törvénysértések, a gyilkosságok bizonyítékait. Teljesen elképett a vállási ügyekkel foglalkozó cégként bejegyzett nyomozóiroda valódi tevékenységi körétől. Politikusok mellett és ellen folytatott manipulációikon túl nem vetették meg az ipari titkok adásvételét sem. Sőt, szinte nem volt olyan szennyes ügylet, amitől irtóztak volna. Egyedülálló szervezettséggel dolgoztak, még a Cosa Nostra is tanulhatott volna tőlük. Nem akadt politikus, kinek a hívei közt ne lett volna néhány füleseket áruló alkalmazott, testőr, titkár vagy barátnő, aki mindig időben értesítette a titokkopókat, mikor és hol lehet kompromittáló helyzetben találni a főnököt. Hátborzongató volt. Viszont a kopók is felfedezték Raeder munkálkodását, és elhatározták, eltüntetik őt a földszínéről. Önvédelemből persze. Nem sejtették ki a megbízója, nem is derült ki a rövid, végzetes fogócska során. Talán csak egy piti zsarolónak nézték. Dakota leásott a zsák mélyére. Ott volt a besúgók névsora, nagymarék fotó, videókazetták, minden létező bizonyíték. Csupa kincs. Matthias Raeder még beszélt a szalagon. Nem kell betolni, győzködte a lányát. Ő eltűnik egy kis időre, Tasinának pedig nincs más dolga, mint elvinni a zsákot a szerzetesrendnek bélyegzett szervezet elnökéhez, persze ha előzetesen kipoltója, hogy valóban a rendőrségnek akarja átadni. Körülményesen elmagyarázta, mi történne, ha az anyagot nem egy politikai csoport, hanem egy közönséges, magány zsaru adná rendőrkézre. Semmi sem történne, summázta végül. Miért nem ő adja át a megbízóinak? Mert korai és élettapasztalatai folytán senkiben sem bízik, ráadásul üldözője sarkában loholnak, tehát ideje sincs rá, ezért szívesebben bízza az üdelelkületű Tasina megítélésére, kit lehet segítségül hívni ebben az ügyben. Aztán, majd ha elcsitul az így kirobbantott botrány, ő is előjön. Tasina csendesen elsírta magát, Dakota pedig elmerengett Raeder optimizmusán, amely arról szólt, hogy túlélheti ezt a játékot. És ez a történet már korábban összecsengett azzal, amit atomvillanás mesélt. Az ő megbízója gyakorta kibérelte egy nyomozóiroda szolgáltatásait, de idővel rájött, hogy a kopók őt is szemmel tartják, róla is adatokat gyűjtenek. Eme anyag megsemmisítésének szándékával látogatókat küldött az irodába, de az emberei semmit sem találtak. Mivel ő nem kíván sem kisebb, sem nagyobb felhajtást csapni, mi több, kifejezetten a háttérben szeretne maradni, és ez az ő helyzetében teljességgel érthető, atomvillanásig dolga kideríteni, hol találhatók a kompromittáló anyagok. Semmi süljön meg minden, szelektálás nélkül, 40 ezerért. Így hát Dakota egészen pontosan tudta, hogy atomvillanásig megint nem jutnak a pénzükhöz. Az a bizonyos likvidálandó holmi ugyanis itt van a padon, a vízhatlan vászonzsákban. És mennyire jó volna, ha valahol másutt lenne. Végre is veszélyesebb a legvadabb vírusnál. Hová tegye? Politikusok kezébe? Ha azok még oly szentek is? Zsaruk markába, akikről ilyesmit soha senki nem állított? Újságírót ajándékozzon meg vele? Nos, újságírókról vagy jót, vagy semmit. Egy szóval semmit. Galliano, villant eszébe. Galliano hadnagy, egy utolsó csibész, viszont becsvágyó. De vajon mennyire vágyja olyan a becset? Valami nagy-nagy ötlet kellene. Kongott a feje az ürességtől. Tasina nem mutatott érdeklődést a zsák tartalma iránt, beérte annyival, amennyit az apja elmondott, nem óhajtott belemerülni a többibe. Tisztán látszott, egyetlen dologra törekszik, elfogadni árvaságát. Kétségkívül ő ráhárult a neheze, és még azt sem említette soha, hogy elégtételre, bosszúra vágyódna. Üdelelkületű, mondta Raeder, és nem tévedett. A lány kikapcsolta a készüléket, felkelt a padról, elsétált a közeli diszkúthoz, vizet vett a tenyerébe,
és belefüröztötte az arcát. Amikor újra visszaült Dakota mellé, felsóhajtott. Mi a véleményed? Miről, babám? Egy sereg dolog elhangzott, amiről egyenként és együttesen is véleményt formálhatnék. Tudod mit? Eltüzelhetnénk ezt a puttonyt úgy, ahogy van. Tasina a fejét rázta. Nem tehetjük. Dakota bólintott. Tiltja a törvény. Nem a törvény, ne jegyszelődj. Nem a te apád volt, nem is neked kell felfognod, hogy ez a cucc a biztonságánál is fontosabb volt neki. Ezzel gyilkosokat juttathatott volna börtönbe. Sejtelmed sincs, mekkora nyomorom lett az egésztől. Alig hihető, hogy létezik az, amiről beszélt. Miért? Azt hitted, hogy Jézus Krisztus az elnököd? Hogy egy apró szent ennek a tetővárosnak a polgármestere? Mégis mit hittél a politikáról, meg a politikusok gyülekezeteiről? Ima egyletek? Makulátlan életű, tisztességes, sármos fiúk, lányok fóruma? Egyáltalán nem csodálkozom a hallottakon. Azon csodálkozom, apád miért nem sziszent fel az első jelek láttán, és miért nem váltott repülőjegyet Ausztráliába? Babám, a városi csatorna hálózata mocskával, patkányaival és aligátoraival együtt is valóságos patika a politikához, és főleg egyes politikusokhoz képest. Mit tegyünk? Szabaduljunk meg a zsáktól. Jó, nem végleg. Kaparjuk el valahol addig is, amíg kitalálunk valamit. Nem szeretek égő gyertyával benzingőzben mászkálni. Viszont van egy javaslatom. Látogassunk el a nyomozóirodába. Nem lennék meglepve, ha összetalálkoznánk azokkal a palikkal, akik hozzám segítettek. Minek? Kérdezte Tasina. Nyugodtabban tengetném el hátralévő napjaimat, ha ezeket az alakokat rács mögött tudhatnám. Mozsányi bosszúvágy sincs benned? Dehogy nincs. Napok óta szeretném ott látni a pasasokat. Az álombéli parkban, hát ha a sárkánynő széttépi őket. Aha, bólintott Dakota. Teljesen jó. Majd álmodban leszámolsz velük, és ezzel részedről elintézetnek tekinthető a dolog. Megskalpolom magam, babám. Az indián elcsomagolt. A vállára csapta a zsákot, szemébe húzta a kalapját, és kézzel fogta a lányt. Mi hamarabb szeretett volna túlesni az egészen, annál is inkább, mert nem hitt az igazság győzelmében. Nem volt már gyerek, sőt, sose volt az. Titokbőrze? Na és? Mi lesz akkor, ha segít leleplezni a szennyes módszereket? Nem lesz semmi. Hisztériakeltés, besározás, gyilkolás. Bizony, ezek erkölcstelen dolgok, nekit érdekelnek. Köztudott, hogy mindig az erősebb kutya prütyköl. Ha fasisztoid módszerekkel válik izmosabbá, akkor is ő prütyköl. Ám legyen. Míg Tasina betért egy ruhaüzletbe, hogy megváljon pacafoltos overáljától, Dakota bevette magát egy szaunakamrává hevült telefonfülkébe. Legelőször régi kopó ismerősét hívta. Egy percig hitt benne, hogy nincs már Galliano hadnagy, a rendőrség megtisztította magát tőle. Azután meghallotta a zsíros szuszogást. Galliano kapitány, csicsogta a fülébe a sült szalonnaszerű hang. Előléptettek, gratulálok. Tudtam volna, hogy neked találták fel ezt a rohadt világot. Hengárd vagyok. Akarsz-e feljebb hágni a szamárlétrán? Mit van? Megtudod ma éjjel. Dakota elmondta, hová várja a kapitányt. Közben persze továbbra sem fért a fejébe, miként lehet szabad lábon ez a sötét figura, de legfőképpen azt nem értette, mégis miért csodálkozik ezen. Miután Galliano-val sínre tette a találkát, kerített egy újságírót, majd Rader megbízójával is megbeszélte a rendezvút. Valamennyi meghívott fél megrökönyörött a légyott helyszínén és időpontján, de végül kötélnek álltak. Időközben Tasina előkerült a ruhaüzletből. Testhez álló fekete vászonnadrágot és cipőtalp nyomokkal ékesített pólót vásárolt, pacamintás overalját elcsomagoltatta. Valamivel kevésbé tűnt ki a járókelők sokadalmából, mint korábban. Ennek ellenére nem hagytak fel a gyanakvással, miszerint keresik őket, ezért a parkon átvágva mellékutcákon keresztül közelítették meg a zsák elrejtésére kiszemelt külvárosi temetőt. A düledező kerítésen átlépve besúrantak a sírok közé. Az uralkodó Flórát a borostyán képviselte, kúszott az utakon, egyik sírhelyről a másikra, felmászott a fákra, a satnyábakat rég megfojtotta, sikeresen megalapozta a hely hangulatát. Az indián otthonosan mozgott a terepen. Néhány perc múlva hatalmas, fekete márványból emelt kriptához érkeztek. Anton család, hirdették a homlokzatra festett aranybetűk. A fakulhatatlan emlékű família nyugvóhelyét vaspántos ajtó zárta el a külvilágtól. Dakota 2 perc alatt behatolt a sötét, dohos levegőjű kriptába. Tasina vonakodva követte. Lábújhegyen lépdelt a padlón szerte szólt szemétben.
Meglepte, milyen intenzív sörfogyasztók a néhai Antonék, legalábbis erről vallottak az elhaigált sörös dobozok. A jelekből ítélve az elhunytak a csirkeburgert és a napilapokat sem vetették meg. Az indián a szemét halom láttán nem a régen kihalt Antonékra gyanakodott. Pillanatok alatt felmérte, utolsó itt járta óta nagyot fordult a világ, titkos rejtek helyét mások gyarmatosították. Törte a fejét, hová mehetnének. A kriptában takaros rendben sorakoztak a hajdan díszes, mostanra jócskán megfakult aranyozású koporsók. Tasina a feliratok kibetűzésére koncentrálva próbálta lekötni egyre erősödő félelmét. Ritkán járt temetőbe, kriptában sosem fordult meg. Különösen érezte magát. A résnyire nyitott ajtón beszűrődő világosság nem sokra ment a sűrű, már-már markolható homállyal. A léptük alatt felkavarodott porszemcsék ködösen keringtek a bágyatak fénységben. Megnyikordult az egyik koporsó fedél. A lány odakapta a fejét, és azt látta, hogy az eddig sem teljesen zárt ládából kócos, csontos fej emelkedik elő. Tudta, hogy ostobaságot cselekszik, de nem volt ura önmagának. Felsikoltott. Látott már ilyet, akkor nagyon élvezte a mozi nézőterén. A filmben Harrison Ford ez esetben Dakota vetett véget a hisztérikus kitörésnek, a szájára tapasztotta a tenyerét. A koporsó lakó hosszú nyakán, keskeny állú, széles homlokú csont és bőrfej feküdt, szeme elveszett üregében. Megvárta, míg a sikoly a kripta sajátságos akusztikája folytán faltól falig szágult, hozzáverődik minden egyes ládához, és végül elhalt. Ekkor megjegyezte. Én is féltem, amíg éltem. Ha-ha, felelte a régi viccekre kevéssé fogékony Dakota. Bocs, cimbora, hajdan ide jártam, nem tudtam, hogy új bérlő akadt a lakosztályra. Érezte, hogy a karjai közt vergőnő Tasina elnyugszik valamelyest. Az ajtó felé mozdultak. Már itt sem vagyunk, szép álmokat. Ugyan, legyintett vékony karjával a koporsó lakó. Hozzászoktam, gyakran megzavarnak, többnyire szerelmes párok. A minap egy sereg jól öltözött pali meg nő jött, gyertyával, pezsgővel, kaviárral, direkte ide, szavamra. Nagy piknik volt. Amikor jól laktak, letolták a katyát, tangát, és világra szóló kefélést csaptak. Kijöttem, hát persze, hogy kijöttem, ezt látnom kellett. A társaságban lévő fotósok majd megvesztek örömükben, amikor kikönyököltem a ládából. Mondták is, milyen átkozottul fotogén vagyok ebben a környezetben. Való igaz, diderekte Tasina. A koporsó lakó méltóság teljesen bólintott halálfejével, csontos hegyes könyöke koppant a deszkán. Az éjjel vételeztem pár doboz sört, megkínálhatlak? Kösz, mennünk kell, vigyorgott rá Dakota. Ha kefélni akartok, ne zavartassátok magatokat, visszafekszem. A lány összeborzongott, Dakota maga felé fordította. Velem van bajod, babám. Dehogy, de hát ez mégiscsak temető. Aztán, kérdezte az indián. A fene tudja, nem vinne rá a lélek. Misztikus a csaj, mi? Nevetgélt a koporsó lakó, és eldőlt a ládában. Magára húzta a fedelet, jelezvén, hogy nem kívánja zavarni őket. Ha nem, hát nem, buntvállalt Dakota. Ma éjjel úgyis megfordulunk itt még egyszer, hát ha addig megjön a kedved. Direkt csinálod? Érdeklődött a lány. Nem tagadom, nem kis élvezetet okoz a borsódzásod. Te képes lennél itt? Ugyanolyan hely, ez is, mint a többi. Csak nem azt mondod, hogy sosem prügyköltél még temetőben. Meg sem fordult a fejemben, hogy ennek elmulasztása miatt bűntudatot kéne éreznem. Szóval nem? Nem, de ha így folytatod, rögbes gyökeret ver bennem a kicsi rendőrségi komplexus. Az én köreimben nem dívott a férfivá, vagy nővé avatásnak eme módja. Ez a légkör nem az erogén zónáimra hat. Rögbest elsüllyedek szégyenemben, de ez van. Barátkozz meg a gondolattal, javasolta Dakota, suttóra fogott, hátborzongató hangon. Éjjel visszatérünk. Jó ötlet, akkor éppen nem leszek itthon, mondta a koporsó lakó. Hangja kongott a ládában. Hol van a valahai Anton? Firtatta Tasina. A dobozból. Az indián vállat vont. Már 5 évvel ezelőtt sem volt meg. Valószínűleg széthorták a csontjait. Te tényleg laktál itt? Igen, meg kell hagyni, ostoba módon a földön aludtam. Mennyivel kényelmesebb lehet a koporsóban? Tasina kimenekült a szabadba, Dakota követte. Halksóhajjal megigazította a vállán lógó zsákot. A probléma nem az, hogy hol vagyunk, meg kell szabadulni a cucctól. Találj ki valamit, kérte a lány, nekem elegem van, mintha én élvezném. Elhagyták a temetőt. A közeli pályaudvar automata csomag megőrzőjére bízták a zsákot. Egy másik automatából táplálékot vettek magukhoz.
Az ikat szendvicset rágcsálva lődörögtek a napfényben fürdőző utcán, ugyanarra gondoltak, és ez Tasina megjegyzéséből derült ki. De jó lenne akatlanban úszkálni. Ellátogatunk a titokbőrze székhelyére, felelte kíméletlenül az indián. Megpillantott egy elegánsan öltözött férfit, aki éppen kilépett aranyszínű sportkocsiából. A fickó lezserül belökte az ajtót, majd rugalyos léptekkel elsietett. Ez éppen megfelel, mondta Dakota. Beült a kocsiba, mire Tasina félénken helyet foglalt mellette, a motor felhőrrent. Átúztak a városon, azután sokáig ültek a parkolóba, és nem váltottak szót egymással. Az indián a csupa üveg irodaházat méregette. A titokbőrzét rejtő nyomozóiroda csak nem a legfelső szinten volt. Ha bajba jutnak, alig ha menekülhetnek el. Írd le a pasasok külseit, akikkel az erdő szélen kergetőztél, kérte Dakota hosszú hallgatás után. 30-asok voltak, az egyik nagy darab, széles fállú, lógó tokával, de nem is tokája volt, inkább torokzacskója, áll a szinte semmi. Az alsó ajka igen jellegzetes, félkör formán előrebiggyedő, mint egy fali szentelt víztartó. Az orra apró, görbe, távol ülő szemek, furcsán madárszerűek, már-már a halántékán foglaltak helyet. Ez a pali lőtte le az apámat, őt vertem fejbe menekülés közben. Tasina az épület falán lógó ablaktisztítókat szemlélte. A tetőről leeresztett kötelekre erősített deszkákon ülő munkások magabiztosan mozogtak a szédítő magasban. A szerencsésebbeknek az alsó szintek jutottak, különös hintájuk csak nem súrolta az irodaház homlokzatára szerelt cégért. Élénk kék színű overáljukat sárfoltok tarkították. A hatalmas üvegtáblát éppen szemből érte a napfény, tükrös ragyogása körbesugározta a takarítók alakját. A másik pasas magas és vékony, görnyedten tartja magát, mintha nem lenne gerince. Hátrafésült barna haj, rövid, széles arc, magas homlok, kék szempár, ferde orr, az egyik felső metszőfoga hiányzik. A harmadik tag kerekfejű, gombafrizurás, kölyökképű, szájzugai mindig nyálasak, beszéd közben nem az ajka mozog, hanem az állkapcsa. Hülye neveken szólították egymást. A torokzacskóst pelikánnak, a foghéjast kopónak, a nyálast jégvágónak. Az utóbbi kettő roppant zabos volt, amikor a torokzacskós tag lelőtte apámat. Hagyjuk a fenébe az egészet, menjünk innen. Szédült vagy, babám, este megszabadulunk az egésztől, addig viszont agyon kell vernünk az időnket, esetleg a killereket, ha megtaláljuk őket. Te maradj itt, míg felmegyek kicsit körülnézni. Régen tudják, hogy festesz, nyomban rád ismernek, abban a pillanatban boldog tulajdonosa leszel 1,5 kiló ólomnak. Bízd rám, babám. Dakota hangja magabiztosan csengett, mégsem hatott meggyőzően. Amikor kiszállt a kocsiból és az irodaház felé indult, ébessége csak nem mindenre kiterjedt, csupán arról feledkezett meg, hogy Tasinát szemmel tartsa. Nem is vette észre a nyomába eredő lányt. Beszállt a liftbe, a tükör előtt megigazította a kalapját, és még egy fantázia képre is maradt ideje, a katlanba képzelte magát, a hűvösen pesgő vízbe. Vígan úszkált, izmai élvezték, a gyönyörű táj áldogált körülötte passzíve. Kilépett a folyosóra, és elsétált a Weishaupt and Kachako nyomozóiroda feliratú ajtóig. Egyetlen pillanatig sem félte, hogy benyitván szemközt találja magát a killerek valamelyikével, pedig voltak jelek, amelyekből nyugodtan levonhatta volna ezt a következtetést, például az a gyakoriság, amivel üldözőik az elmúlt napok során kicsúsztak a rendőrök kezéből. Legalább két alkalommal sítre kerülhettek volna, mégis szabad lábon maradtak, folytathatták a kergetőzést. Nem, Dakota szívből ellépte, hogy az utolsó összekoccanás végén a motelban alaposan elővették a fiúkat az odaérkező zsaruk, akárhány pecsétes igazolványt mutogattak is, magánnyomozó mi voltuk igazolására. Hazám, de semmi nőpapír nem volt náluk, akkor meg pláne. Az előszobában kék tónusú titkárnő fogadta. A 40 körüli nő szemüvege, habos blúza, selyemszoknyája, cipője halványkék volt. Mögötte az üvegfalon túl szakállas fickó lógott a biztosító kötélen, és nyeles szerkezettel simogatta a tükörablakot. Parancsol? Kérdezte a nő. Weishaupthoz jöttem. Bejelentkezett? Nem, itt van. Itt van, de pillanatilag nem fogad senkit, de ha vár egy percig, kérek tőle egy időpontot. Azt mondja, nem alkalmas? Kérdezte a Dakota. Rátenyerelt a nő asztalára, beszívta a szoba parfüm illatát. Azt mondom, bólintott a titkárnő. Idegesen rábámult az indián kezére, majd felkapott egy hosszú vonalzót, és azzal próbálta letolni az asztaláról az idegen ujjakat. Sikerrel.
Dakota zsebre vágta a kezét, és felegyenesedett. A nő megkönnyebbült, a telefonkagylóért nyúlt. Mi a neve? Kérdezte. Megmondom neki személyesen, felelte az indián. Az ajtóhoz lépett és belépett Visszahúz szobájába. Meglepetésére a tágos teremben legalább 8 fickó ült. Ebből 3-at jól ismert, az elmúlt napokban elég sűrűn pofoszkodott velük. A másik 3-ra ráillett a sín aláírása. Pelikán, kopó, jégvágó. A maradék 2 nem lehetett más, mint Visszahúz és Csakó. Dakota mégsem lett ideges a gyülekezet láttán. Végre is mit tehettek vele? A mohazöld zakós fickó átöltözött az utolsó találkozás óta, epezöld vászon öltönyt viselt, méregzöld plüssnyakkendővel. A szem alatti monoklikat sötét szemüveggel próbálta elkendőzni, de társai sem festettek különből. Rutinjuk azonban a régi volt. Amint megpillantották, fegyvert rántottak. Nem arhuljatok, fiú, mi haszna lenne, ha lelőnétek? Beszélgessünk, melyiketök Vízhaus? 50-es forma, gyalázatosan kopaszodó, szürke arcú férfi jelentkezett. Megereszkedett bőrű, gyűrött, csúf példány volt, patkányszerű. Nyilván a hivatása tette vele, a piszkos munka a maga képére formálta. Csakó nem mozdult, feszülten nézett ki a fejéből. De az a fej sem volt irigylésre méltó, tojásdad arc, erőteljes vonások, híg szempár. Most megvagy, mondta a zöld nyakkendős fickó. Dakota elvigyorodott és Visszhausra nézett. Mondd meg nekik, hogy szereljenek le. Ha minden stukkert bezártál a páncélba, beszélhetünk. Több bizalmat, fiú. Egyedül vagyok 8 tökös legénnyel szemben. Vendégjogok illetnek meg. Visszahoz intett. Nem látszott locsogós alkatnak, de nem is kellett beszélnie. Killerei nyomban felálltak, és a kitárt ajtajú teljesen üres széfbe dobálták fegyvereiket. Az indián sejtette, hogy később akár az íróasztal fiókjából is előkerülhet egy-két ágyú. További stukkerokat gyanított, a fickók bokazoknia fölött, a nadrágszárban. Talán tévedett, talán nem, e pillanatban nem volt különösebben érdekes. Odalépett a páncélszekrényhez és bezárta. Azután az ajtó közelébe sétált, a falnak vetette a hátát, és hátratolta a homlokából a kalapot. Csúnya dolgokat műveltek, fiúk! Miért gondoltátok, hogy sokáig csinálhatjátok? Miért gondoltátok, hogy a magánszimat kiirtása a megoldás? A tag régen odaadta anyagát a megbízóinak. Itt tolonganak a portán a zsaruk. Mindjárt elhiszem, nevetett Csakó. Hogy jössz a képbe te, meg a csaj? Mi voltunk a csali. Lekötöttük az erőiteket, amíg a lány apjának megbízói ellenőrizték az anyag hihetőségét. Nos, most arra megbizonyosodtak felőle, hogy 200 börtönév vár rátok. Emlékeztetőül teszem hozzá, hogy a gusztustalan leskelődés, lehallgatás, bűnpártolás, gyilkosságok miatt. Megragadom az alkalmat, és gratulálok. Prima étsza volt belevágni ebbe a buliba. A ti fajtátoknak aranybányát jelent a politikusok szennyesében való turkálás. Blefföl az indián, legyintett Pelikán. Dakota ránézett. Megszemlélte felkötött karját, a halántékán látható sebb tapaszt. Kíváncsi volnék, mit éreztél, amikor a lány szembeszállt veled. Gondolom, nagy elképedés vett erőt rajtad. Azért jöttem személyesen, hogy lássatok. Megbízom, és egyben a néhai Matthias Rader megbízója csak arra az anyagra tart igényt, amit róla szedegettetek össze, a többit visszaadja. Ha? Kérdezte Visszhaus félrehajtott fejjel. Alig láthatóan intett feszengő embereinek, azok újra kényelembe ernyedtek a székükön. Blöfföl, ha mondom, ismételte a pelikán, valamivel halkabban. Dakota vigyorogva állt a falnál, mintha maga tartaná a vállain az épületet. Na, hogy blöfföl! Lázasan törte a fejét, ki kellene eszelni a végső blöfföt, ugyanis szeretett volna kijutni a házból. A tükör üvegen túl az ablaktisztító mit sem látott az irodában zajló eseményekből. Ha felhagytok gonosz szándékaitokkal és leszálltok a lányról, le a megbízomról, ki valaha maga is ügyfeletek volt. Ennyi. Ja, egy apróság, a lány eltemetné az apját, hol találja meg? El van temetve, nem exhumálható, vágta rá Pelikán. Csikorgó hangú beszéde rövid vakkantások sorozatának hatott. Dakota vállat vont. Szeretett volna éppen kimenni az ajtón, látott rá esélyt. Valamit valamiért. Pelikán, kopó és jégvágó megmutatja a temetkező helyet. Ha igazmondásukról meggyőződtem, visszaadom a cuccot. Ki hisz neked? Kérdezte a zöld nyakkendős fickó. A zsaruk. A zsaruk rettentően fognak hinni, ha ők kapják meg az anyagot, ahogy gondoljátok. Dakota kilincsre tette a kezét. Mozdulata heves izgalmat váltott ki a killerekből. Visszhaus megint intett, a társaság elernyett. Oké, mondta a főnök, mi az elképzelésed?
A megnevezett három fiú legyen itt az irodában este 10-kor. Ide telefonálok, megbeszéljük a találkát. Elvezetnek a sírhoz. Erre mérget vehetsz? Bólintott Kopó. Valóban hiányzott az egyik metszőfoga. Ezt leszámítva úgy festett, mint egy túlfésült jampi az 50-es évekből. Prímaszerű, bólintott az indián. Most elmegyek, ne szegődjetek a nyomomba. Mert? Kérdezte Csakó. Csacsiság lenne, nagyon komoly és megrázó a tevékenységetekről készül dokumentáció. Tudta, hogy nem győzte meg a kopókat, mindazonáltal ki akart jutni az ajtón. Ne eresszük el, kiáltott a pelikán. A társaság legszangvinikusabb tagja lehetett, alig hanem ezért lőtte hagyon Raidert. Ha a kollégáira hallgat, valameddig még várt volna vele. Azután egyszerre történt minden. Amikor az indián ki akart lépni az előszobába, berontott Tasina, rajta lógó, méltatlankodó titkárnővel együtt. Ugyanebben a pillanatban elrepült az izgák a pelikánt harisnya szárból előrántott tőre, alacsonyan szállt, de feltartóztatlanul. Tasina felsikoltott, a combjába fúródott kés markolatához kapott, ujjaira vérpatakzott. A fájdalom megbénította, nem tudott mit kezdeni a helyzettel. Az erőviszonyok felborulása láttán a titkárnő belecsimpaszkodott a lány hajába. Dakota hibázott, Tasinára koncentrált, a késtől és a kék asszonytól kívánván megszabadítani. Egyszerre kapta a nyakába hat kopót. Visszahúz és társa továbbra is higgadtan könyökölt az asztalnál. Arckifejezésük elárulta, hogy kezdik reménytelibbnek látni a végkifejletet. Az indián maga elé rántotta a titkárnőt és pajzsként használta. Az első ökölcsapásig, amikor a nő elájult, eldobta ellöttyedő testét, az egyik killer félreugrott előle. Dakota kitört a gyűrűből. Megpróbálta maga után csalogatni az atlétákat, hogy Tasina kimenekülhessen a szobából. De hiába fogta fel az összes pofont és rúgást, hőhöltsége nem vette a lapot. Az átkozott késsel bíbelődött, többször elszántan megragadta, de végül nem volt mersze kirántani magából. Az indián rákiáltott, közben azonban pelikán ökle beleszáguldott az arcába, és ettől lett némi akcentusa. Lehet, hogy Tasina így is megértette, amit mond. Akármint is, végre kihúzta a combjából a kést, mi több, lehajolt, letépte az eszméletlen titkárnő blúzáról a mastira kötött sálat, és szorító kötést rögtönzött a sebre. Ekkor már fúria dősnek látszott, felkapott egy széket, és megsemmisítő csapást mért vele a legközelebb álló fickó tarkójára. Azután ugyanazt a bútordarabot áthajította a szobán, gyanúsnak látván a fiókjában matató visszhauszt. A titokfürkész későn vette észre a rátámadó széket, nem térhetett ki az útjából. Lefordult a vastag szőnyegre. Csakó a helyén termett, tovább kereste a pisztolyt. Tasina odabicegett, és határozottan a kezére csapta a fiókot, majd fájdalom üvöltésével mit sem törődve egy díszes asztali tárgyal halántékon ütötte a fickót. A jajkiáltás elhalt. A lány kiszabadította a fiókból Csakó elnyomorított kezét, aztán saját véres ujjai közé fogta a pisztolyt. Időközben Dakota sem lopta a napot. Három killer félholtan hevert a szőnyegen, a többiek azonban alig-alig vágyadtak el a küzdelemben, még elpofoszkodtak holna egy darabig. Tasina belelőtt a plafonba. Mindenki megmerevedett, az indiánt is beleértve. Az ablak túloldalán ténykedő munkás is meghökkent, majd megpróbált átnézni a tükörüvegen, kíváncsian, vajon mi folyik odabent. Sejthette volna, vér. A három talpon lévő fickó bizonytalanul a levegőbe emelte a karját. A titkárnő rég riasztotta a ház biztonsági embereit, próbálkozott pelikán. Meg lehet, hagyta rá Dakota. Ne feledjétek, 10-kor telefonálok. Ha nem tudjuk nyílt beütni a találkát, akkor sitre címlapra kerültök. A pisztolycső fedezékében kiátráltak az előszobába, onnan a folyosóra. Kulcsra zárták az ajtót. Pelikán nem blöfföl, a biztonsági emberek tényleg jöttek, a lövést meghalván csak nem repültek. Hatan voltak, állék fegyverben. Egyszerre rontottak ki a liftből. Fájdalmas felismerés volt, a hat elszánt őr tökéletesen elzárta a lépcsőhöz vezető utat, a liftről nem is beszélve, és ezzel nem érték be, azzal fenyegetőztek, hogy lőni fognak, komolyan kellett venni őket. Nem volt mit tenni, az ellenkező irányba kellett indulni, kihasználva, hogy a lárma hallatán kíváncsi alkalmazottak népesítették be a folyosót, az őrök talán mégsem lőnek válogatás nélkül. Dakota az érre vágott. Tasina mögötte futott, bár minden lépésnél belevillámlott lábába a fájdalom. Kellőképpen véres és meggyőzően nőies volt ahhoz, nehogy valamelyik kalandvágyó alkalmazott, megpróbálja feltartóztatni. A folyosó elkanyarodott. Lépcsősorba botlottak. Nem újjongtak fel. A lépcső felfelé vezetett.
Tasi nagyon szörgött. Dakota visszafordult, őszintén tisztelte a sérült lányt. Septében megsimogatta a haját. Szedd össze magad, nyugodtan mondhatom, nincs ok hátra. Hagyta, hogy ő hölgysége, kedve szerint értelmezze a szavait. A maga részéről arra célzott, rögtön a tetőre érnek, de ezt nem szívesen hangoztatta volna, ismervén ez ügyben Tasina álláspontját. És valóban, egy percen belül kiléptek a tetőre, Dézsába állított díszfák közé. A biztonsági emberek kitartóan loholtak a nyomukban. Tasina tovább nyöszörgött, de ment Dakota után. A hatalmas irodaház autósztrádának is beillő tetején célirányosan az ablaktisztítók köteleit rögzítő állványzat felé siettek. A lány nem berzenkedett, egyszerűen elege volt az üldözésből, a combját maldosó fájdalomból, a vérből. Nem látott más kiutat. Behújta a szemét és megragadta az egyik kötelet. Elsiklottak előtte az emeletek, nem látta. Nem látta azt a meglepett ablaktisztítót sem, aki vele egyazon köldökzsinórról lévén lassan a magasba emelkedett. Siklott lefelé, olykor súrolta az üvegtáblát, és elrúgta magát tőle, jobb fogást keresett, tudta, milyen vékony szálon függ az élete, bármikor lezuhanhat, akármi megtörténhet. Hallotta a szél fütyülését, érezte az üvegről visszaverődő meleget. Sebe hozzá-hozzá horzsolódott a kötélhez, tenyerén elvékonyult a bőr. Attól tartott, sosem ér le, hiszen már évtizedek óta siklik a föld felé, hiába. Kiáltozást hallott, az ablaktisztítók aggodalmas, de értük aggódó szitkait. Végre felnézett, elvakította a tükörüvegről áradó fény, szinte teljesen elgyengült. Már-már elengedte a durva fogású köldökzsinort. Aztán látni kezdett, és jóval maga alatt megpillantotta Dakotát, fogai között a kalappal, csak nem 2 méternyire a járdától, a célhoz közel. Az indián már várta odalen, elkapta az utolsó pillanatban elernyedő lányt, talpra segítette, majd karon fogta, és tovább vonszolta a parkolóba, a kocsi felé. A biztonsági emberek időt veszítettek, amíg megtanakodták, mit is tegyenek. Végül a lifttel jutottak le a földszintre, alig fél percnyi késéssel rohantak ki a kapun. Ennyi is elég volt Dakotának, hogy összeillessze a műszerfal mögötti vezetéket. A sportkocsi nekilódult, a fegyverükkel hadonászó tanástalan őrök maradtak. Tasina sírva fakadt. Most bőgsz, babám! Korábban nem volt rá időm. Hová repesztünk? Meglátod. Soha többé nem megyek fel, egyetlen tetőre sem. Ez mindent felülmúlt, mint egy pókasszony. Hát nem? A lány megtörölte az arcát, borzongva végignézett véres kezén, ruháján. Megpróbálta kényelmesen elhelyezni a lábát. Dakota áthajtott a városon. Nem értette, miért nem jutott eszébe előbb, hogy van egy hely, van valaki, ahol, akinél összeszedheti magát. Az éjszakai játszma előtt. És másnap 13-a. Tasina elrepül, várja a mozikarrier, Joram Benamit.